Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a hírös híreket látják 19 órakor. Most nézzük meg együtt képes tartalomjegyzékünket. A mi feladatunk, hogy a lehetőségeink és képességeink szerint úgy éljünk, hogy az családunk, környezetünk, hazánk javát szolgálja, mondta Szeberényi Gyula Tamás augusztus 20-a este Kecskeméten a Szent István szobornál tartott ünnepségen. 1000 éve vagyunk hűszövetségesei Európának, mondta dr. Salasz László Lajos Mizsén augusztus 20-a alkalmából. Az országgyűlési képviselő egyebek mellett arról beszélt, hogy egy jelentős, megkerülhetetlen és elpusztíthatatlan nép tagjai vagyunk. Tízes kocsik és szelíd motorosok vették át az uralmat a Kiskörúton 21-én szombaton. A Híres Hét Fesztivál keretein belül ismét megrendezték a babakocsis felvonulást. A mi feladatunk, hogy lehetőségeink és képességeink szerint úgy éljünk, hogy a családunk, környezetünk, hazánk javát szolgálja, mondta Szeberényi Gyula Tamás augusztus 20-a este Kecskeméten. A Szent István szobornál tartott ünnepségen az alpolgármester hangsúlyozta, úgy kell élnünk, hogy figyelmünk legyen a másik emberre, igyekezzünk segíteni, támogatni egymást, mert az mindannyiunk életét gazdagítja, erősítve közösségeinket és összetartozásunkat. Augusztus 20-án este 6 órakor tartották meg Kecskeméten a Szent István szobornál az államalapításunk ünnepét. Az eseményen Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester mondott beszédet. A mi feladatunk, hogy lehetőségeink és képességeink szerint úgy éljünk, hogy a családunk, környezetünk, hazánk javát szolgálja. Úgy éljünk, hogy figyelmünk legyen a másik emberre, igyekezzünk segíteni, támogatni egymást, mert a mindannyiunk életét gazdagítja, erősítve közösségeinket és összetartozásunkat. Az alpolgármester egy útravalóval zárta beszédét. Ma, amikor a magyar állam születését ünnepeljük, gondoljunk arra, hogy mindaz, amit az elődeink megőriztek számunkra, igazi kincs. Kincs, amit a szívünkben őrzünk, kincs, ami identitásunk egyik alapja, kincs, amit hazának hívunk. Igyekezzünk hát megőrizni mi is ezt a kincset, hogy továbbadhassuk gyermekeinknek, hogy beszédem elején elhangzott Széchenyi idézettel együtt nyugodtan mondhassuk, Magyarország nem volt, hanem lesz. Az ünnepi beszédet követően Göbölyös Károly, az Ifjú Gazdák Bács-Kiskun megyei gazdakörének alelnöke, a Magyar Örökség díjas, Magyarok kenyere, 15 millió búzaszem programot ismertette. Az anyaország után az elszakadt nemzetrészek, majd a diaszpora is bekapcsolódott a programba. A mozgalom indulásakor összegyűlt 10 tonna gabona több mint 100-szorosára bővült. A csatlakozó gazdálkodók száma pedig szerte a Kárpát-medencében szintén évről évre rekordokat dönt, amely egyre közelebb visz minket a program küldetésének beteljesítéséhez, nevezetesen, hogy minden szükséget szenvedő magyar ember asztalára kerülhessen mindennapi kenyér. A Magyarok kenyere program során összegyűjtött búzából sütött kenyeret dr. Finta József érseki helynök, római katolikus plébános, Kis János evangélikus lelkész és Kuti József református elnök lelkész áldotta meg. Az ünnepi műsorban közreműködött Keller Dániel, felesége Dénes Emőke és Kis Nikolett színész hallgató, a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület, valamint a Csűrcsavaró Néptánc Együttes. A rendezvény végén a résztvevők megkoszorúzták Szent István szobrát. 1000 éve vagyunk hűszövetségesei Európának, mondta dr. Salacz László Lajos Mizsén augusztus 20-án pénteken délelőtt. A Szent István napi ünnepségen az országgyűlési képviselő egyebek mellett arról beszélt, hogy egy jelentős, megkerülhetetlen és elpusztíthatatlan nép tagjai vagyunk. Az államalapításunk alkalmából tartottak ünnepséget augusztus 20-a délelőtt Lajos Mizsén. Az eseményen dr. Salacz László országgyűlési képviselő egyebek mellett arról beszélt, hogy mennyi viszontagságot kellett átéljen nemzetünk. Ha végignézünk a történelmen, láthatjuk, hogy mennyi próbálkozás irányult a Szent Istváni állam felszámolására,
de mi vagyunk a legékesebb példái, hogy országégés, rablóhadjárat, idegen hódoltság, megszállás, országbomlás, csonkítás, belső önpusztítás ellenére is máig itt vagyunk, szülőföldünkön, magyarként. Az országgyűlési képviselő azt is elmondta, kultúránk a kereszténységre épül, és az évszázadok folyamán az ősi, több évezredes hagyományunk, a szkíta, a hun, a kun, a jász, a magyar és a székely beépült a keresztény kultúrába. Ezt megpróbálták elvenni tőlünk, de nem sikerült. Dr. Salac László beszélt a jelenről is, hogy a mai napig küzd Magyarország fennmaradásáért, és hogy hazánk jó szövetségese Európának. Végvári vitézekhez méltón tartjuk a kapukat, védjük a belső Európát attól a tehertől, amelynek súlya alatt valójában összeroppanna. De cserében elvárunk néhány dolgot. Tiszteletet és megbecsülést a munkánkban és a küzdelmeinkben. Európa és Magyarország sorsa összefügg. Szimbiózisban élünk, nem pedig alá fölé rendeltségben. Köszöntő beszéd után Sasvári Sándor Jászai Mari díjas és Emerton díjas magyar színművész zenész adta elő ünnepi műsorát. Ezt követően szakmai kitüntető és környezetvédelmi díjakat, valamint pedagógusi elismeréseket adtak át. Majd a múlt, jelen, jövő elnevezésű pályázat eredményhirdetésére is sor került. Végezetül pedig a Művelődési Ház és Könyvtár épülete előtt megkoszorúzták a résztvevők Szent István szobrát. Piaccsarnokot és kemencét avattak Helvécián augusztus 20-án államalapításunk ünnepén a Petőfi Sándor Művelődési Háznál. Az idén az idősek napját is ezen a napon tartották meg a településen. Szent István király örökségéről beszélt Balogh Károly, Helvécia polgármestere, majd beszámolt arról is, hogy topos pályázat keretében az Európai Unió, a Magyar Állam, a Bács-Kiskun megyei önkormányzat összesen mintegy 57,5 milliós támogatásából megépülhetett a nagyközség piaccsarnoka. Dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés alelnöke az ünnepi eseményen Helvécia folyamatos fejlődéséről beszélt. Az önkormányzat és a lakók csapatmunkáját is méltatta az alelnök. Kiemelte, ezért adományozza a megyei önkormányzat Balogh Károly polgármesternek az év polgármestere címet. Kecskemét város vezetését Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester képviselte a rendezvényen. A mi feladatunk, hogy lehetőségeink és képességeink szerint úgy éljünk, hogy a családunk, környezetünk, hazánk javát szolgálja, mondta el az eseményen Szeberényi Gyula Tamás. A beszédeket követően átadták az idei települési kitüntetéseket. Kis Vilmos katolikus plébános felszentelte az új piaccsarnokot, majd felavatták a Lendvai József által készített új kemencét is. Az ünnepség zárásaként Faragóné Bencsik Dóra református lelkész áldotta meg az új kenyeret, majd a nyugdíjasokat és az állami gazdaság egykori dolgozóit is vendégül látták. Díszes kocsik és szelíd motorosok vették át az uralmat a Kiskörúton 21-én szombaton. A Híres Hét Fesztivál keretein belül ismét megrendezték a babakocsis felvonulást, amihez a kismotoros és a futóbiciklis apróságok is csatlakozhattak. A Kiskun Hagyományőrző Egyesület és a Balatonfüredi Reformkori Hagyományőrző Társaság felvezetésével indultak el a babakocsis felvonulás résztvevői szombaton. Kicsik és nagyok együtt haladtak babakocsikkal, kismotorokkal és futóbiciklikkel a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színháztól egészen az Aranyhomok szállodáig. A különleges esemény a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület és a fenntartásában működő Bács-Kiskun megyei család esélyteremtő és önkéntes ház tagjai és munkatársai szervezésében valósult meg.
mindannyiunk számára nagyon fontos a család, és nagyon fontos elsősorban a gyermek. Nem véletlen az egész programnak az összefoglaló neve, hogy gyermekeink a kincseink. Így is indult el jó néhány évvel ezelőtt ez a programsorozatunk. A programsorozat részét képezi a babakocsis felvonulás és a Mózes kosár körbejár kezdeményezés is. A felvonuláson a legszebben feldíszített babakocsikat díjazták. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester és Lévai Jánosné önkormányzati képviselő adták át az ajándékokat. Izabella apukájával és mamájával érkezett a babakocsi felvonulásra, akik díszes járgányukkal elhozták a második helyet. Izabella az első kisbabánk, és hát eddig ugye nem volt apropója, hogy egy ilyenen részt vegyünk, de most már azt gondolom, hogy minden évben fogunk. Illetve ha jön majd kistestvér, akkor őt is be fogjuk nevezni. A Híros Hét Fesztivál egész ideje alatt igyekeznek az apróságok kedvére tenni a szervezők. A Baba-Mama sátorban színes és aktív programokkal várják a kicsiket. Ismét körbejárt a Mózes kosár Kecskeméten. A Mózes kosár körbejár akcióban 10 családot ajándékozott meg a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület szombat délután a Híros Hét Fesztiválon. Az anyagi segítségnyújtás mellett a szemléletformálás is célja a kezdeményezésnek. 10 család, 10 mózes kosarat váltette a szombaton délután a már hagyománynak számító nagy sikerű Mózes kosár körbejár programon a Híros Hét Fesztiválon. A veszőből készült kosár és a 30 000 forint értékű babakelengye utalvány egy olyan ajándék a családoknak, amellyel elismerik és támogatják áldozatvállalásukat. Ezzel is felhívni a gyermekre a figyelmet, hogy érdemes gyermeket vállalni, hiszen a jövőnk attól függ, hogy a nemzedék az szaporodik, és tulajdonképpen ők a jövő záloga. A család fontosságát hirdető mozgalmat a Nők a Nemzet Jövőjéért indította el. Az átadást évente 2 alkalommal szervezik meg a Híros Hét keretein belül, illetve advent 4. szombatján. Marci augusztus 6-án született. Ő és családja volt az egyik megajándékozott. Kecskeméten született Marci, és a kórházban, amikor megszületett, másnap kerestek fel minket azért, hogy elvállaljuk ezt a kis mózes kosarat, és hogy utána tovább lehet adni, és ennek nagyon örültünk, mert ugye páromnak a tesójáiknál lesz remélhetőleg nem soká kisbaba, és akkor pont van olyan, akinek át tudnánk ezt majd adni. A kezdeményezés alapötlete, hogy 6-8 hónap után, amikor a családnak már nincs szüksége a kosára, keressenek egy újabb családot, amely fogadja és használja a kosarat. Így forog a szombaton átadott kosarakkal együtt jelenleg 170 mózes kosár körbe, babáról babára. Az adományokat Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester és Engert Jakamni alpolgármester, a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület elnöke adta át. Látványos lézersóval ünnepelte az államalapítás évfordulóját Kecskemét augusztus 20-án. A szervezők a lakosság kérésére választották az idei nemzeti ünnepen a hagyományos tűzijáték helyett az ünneplésnek ezt a környezetkímélőbb és az állatok szempontjából is előnyösebb módját. A lézerrel festett parádé egyedi és emlékezetes volt, és különleges hanghatások tették még egyedibbé. A nagy templom és a városháza között kör alakú, 6 méteres kifeszített vászonra vetítették a különleges látványelemeket. A nagy teljesítményű lézersugaraknak és a jól felkészült kiskörösi csapat munkájának köszönhetően a show elemei messziről is jól láthatóak voltak, így olyan produkcióval zárult az augusztus 20-ai ünnepség, amely minden várakozást fölülmúlt. Rettenetesen fontos a reformkor megelevenítése a mai világban, fogalmazott Sindele Györgyné az augusztus 20-ai ünnepség után péntek este. A Balatonfüredi Reformkori Hagyományőrzők Társaságának elnöke azt mondta bemutatójukat követően, hogy a Fehér Abrosznál sorsdöntő események zajlottak le, ezért fontos megidézni ezt az időszakot. A
A reformkor elevenedett meg a Szent István szobornál az augusztus 20-ai ünnepség után. A Balatonfüredi Reformkori Hagyományőrzők Társaságának tagjai bemutatták ruháikat, valamint keringőt és palotást adtak elő a közönség számára. Sindele Györgyné, a társaság elnöke elmondta, rendkívül fontos, hogy emlékezzünk a reformkorra is. A Fehér Abrosznál politikai dolgok dőltek el. Ott voltak a kimagasló politikusaink, színésznőnk, írónk, ugye aranyember ott született. Tehát egy nagyon tartalmas kor volt a reformkor, és mi ezt felvállaltuk, és nagyon ragaszkodunk, hogy ezt hogy örökítsük a fiataloknak is, és hát nyilvánosságra vigyük ezt a ragaszkodásunkat. Önöknek lévő három sor, ból pedig csak egy sor lesz. A Balatonfüredi Reformkori Hagyományőrzők Társaság táncát a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület tagjainak bemutatója követte. Ünnepélyes keretek között tették le ma délelőtt Kunszentmiklóson az Áldás Református Óvoda alapkövét. Az intézmény a 2022-23-as nevelési évben kezdi meg munkáját. A Magyarországi Református Egyház országos óvoda programjának köszönhetően összesen 3048 új óvodai férőhely és 354 új munkahely jön létre. A fejlesztés a kormány 35 milliárdos támogatásából valósul meg. Már elkezdődtek Kunszentmiklóson az Áldás Református Óvoda felépítésének munkálatai. Az új intézmény a Magyarországi Református Egyház országos óvoda programjának és a kormány ehhez adott 35 milliárdos támogatásának köszönhetően jöhet létre. Ma ünnepélyes keretek között tették le az óvi alapkövét. Az eseményen dr. Salac László országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy az egyházak szerepe kiemelkedően fontos, szilárd erkölcsöt teremt minden generáció számára. A vallás iránymutatásként tud szolgálni a mindennapi életben. Szükség van arra, hogy az oktatási intézményeink egyszerűségükben is fenséges, és a mai gyermekeknek megfelelő belsővel rendelkezzenek, mint amilyen ez az óvoda is lesz. A fiatalokat és a szüleiket ilyen körülményekkel lehet meggyőzni, hogy az egyházi óvoda a megfelelő hely számukra, majd később behívni a templomba, és ha megtapasztalják annak nagyszerűségét, ott is fognak maradni. A három csoportos 75 férőhelyes óvi várhatóan 2022. áprilisában készül el a kormány 678 milliós támogatásából. Országosan 33 településen teljesen új óvoda épül, 16 helyszínen pedig már létező intézmények kapnak új épületet. Balogh László püspök az eseményen azt a kérdést fejtegette, hogy ki az illetékes a gyermekek nevelése kapcsán. Ki az illetékes? Akkor, amikor arra gondolunk, hogy mit fognak gondolni az életről, a körülöttük levő világról a gyermekeink, akkor, amikor majd 5 évesek lesznek, meg 10, meg 15, meg aztán, amikor ők maguk is családot alapítanak, ki az, aki megmondja nekik, hogy mi a válasz a legfontosabb kérdésekre? És ami talán még ennél is fontosabb, hogy hogyan érdemes és hogyan méltó élni. Nehéz, súlyos gondja ez ma a világnak. És hát persze a válaszunk mi lenne más először, és nagyon helyesen mondja ezt ki a magyar törvénykezés is, és törvényhozás is, hogy a szülők. A Magyarországi Református Egyház országos óvoda programjának köszönhetően összesen 3048 új óvodai férőhely és 354 új munkahely jön létre. A közbiztonsággal összefüggő panaszok voltak napirenden csütörtökön a rendőrfaluban rendezett lakossági fórumon. A rendezvényt Lévai Jánosné, a körzet önkormányzati képviselője hívta össze megoldásokat keresve a sok betörés miatt kialakult helyzetre.
Több mint 50-en gyűltek össze augusztus 19-én kora este Rendőrfaluban, a Nagyvárad téren rendezett lakossági fórumon. Lévai Jánosné a körzet önkormányzati képviselője a megszaporodott betörések miatt hívta össze a rendezvényt, amelyre a rendőrség, illetve a polgárőrség képviselőit is meghívta. Mint az ott élők elmondták, volt olyan éjszaka, amikor három családi házba törtek be. Voltak olyanok, akik szóvá tették a köztéri kamerák hiányát, valamint a Mindszenty körúton, illetve a Halasi úton esti órákban megjelenő örömlányokat, akik, mint elhangzott, zaklatják a járókelőket és a buszra várakozókat. Egy fiatal hölgy a közbiztonság kapcsán pozitív példáról is beszámolt. Napokon keresztül láttak utcájukban lassan közlekedő román rendszámú személyautót, amelyet gyanúsnak ítéltek. Jelezték megfigyelésüket a polgárőrségnek, akik kijöttek és igazoltatták a járműben ülőket, azóta nem látták őket. Novák Zoltán, a Kecskeméti Polgárőrség Egyesület elnöke elmondta, hogy ez a példa is azt mutatja, érdemes jelezni vagy nekik, vagy pedig a rendőrségnek a legapróbb dolgokat is. Kesjár Attila, a Kecskeméti Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója többek között az egyszerű és olcsó fény- vagy hangjelzést kiadó berendezésekre hívta fel a figyelmet, amelyekkel az ingatlan tulajdonosok maguk is sokat tehetnek a bűncselekmények megelőzése érdekében. Lévai Jánosné az elhangzott panaszok kapcsán felhívta a figyelmet a SZEM, vagyis a Szomszédok Egymásért mozgalomra, amelynek lényege, hogy a lakóközösségek összefognak és egymásra figyelve védik értékeiket. A körzet önkormányzati képviselője egyúttal segítséget ígért a lakóknak az elhangzott panaszok kapcsán. Ismét koncertet adott a Penge Benge Jazz Band Kecskemét főterén, a Tér a térben szombaton a Hírös Hét Fesztiválon. A Tér a térben egész héten tehetséges, helyi és országos hírnévnek örvendő zenészek lépnek színpadra. Zeneszeretőkkel tart meg a Tér a térben rész Kecskemét belvárosában szombaton este. A Penge Benge Jazz Band adott vidám koncertet, a muzsika kicsiket és nagyokat is táncra perdített. Can't give you anything but love, baby. A Híres Hét Fesztivál program sorozatain belül számos helyi előadó művész és együttes lép színpadra, Kecskemét önkormányzata ezzel is támogatja a pandémia miatt nehéz helyzetbe került zenészeket. A fesztiválon ezen a héten olyan ismerős zenekarok előadásával szórakozhat majd a közönség, mint például a Nova Prospect, a Kis Türelmet vagy a Miss B and Ritmo. Vitéz László történetét játszotta el a Kicsiknek Kecskemét főterén a Híres Hét Fesztiválon a Ciróka Báb Színház. Szombaton a gyerekeké és a családoké volt a főszerep, ekkor tartották a gyermekek napját. A főtérre érkező apróságok a Ciróka Báb Színház előadásában megtekinthették a Vitéz László című darabot. A bábjátékot Fülöp József, a Ciróka Báb színésze adta elő. Vitéz László és a Vitéz László bábjáték mindig óriási népszerűségnek örvend, és méltán lehetünk büszkék rá, hiszen szerepel a magyar értéktárban is. A humoros darab ezúttal is egyértelműen elnyerte az apró közönség tetszését. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. A mi feladatunk, hogy lehetőségeink és képességeink szerint úgy éljünk, hogy az családunk, környezetünk, hazánk javát szolgálja, mondta Szeberényi Gyula Tamás augusztus 20-a este Kecskeméten a Szent István szobornál tartott ünnepségen. 1000 éve vagyunk hűszövetségesei Európának, mondta dr. Salasz László Lajos Mizsén augusztus 20-án pénteken délelőtt. A Szent István napi ünnepségen az országgyűlési képviselő egyebek mellett arról beszélt, hogy egy jelentős, megkerülhetetlen és elpusztíthatatlan nép tagjai vagyunk. Díszes kocsik és szelíd motorosok vették át az uralmat a Kiskörúton 21-én szombaton. A Híres Hét Fesztivál keretein belül ismét megrendezték a babakocsis felvonulást, amihez kismotoros és futóbiciklis apróságok is csatlakozhattak. Ismét körbejárt a Mózes Kosár Kecskeméten. A Mózes Kosár körbejár akcióban 10 családot ajándékozott meg a Nők a Nemzet Jövőjét Egyesület szombat délután a Híres Hét Fesztiválon. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták.
Műsorunkat hamarosan Kiemelő című magazinunkkal folytatjuk, amelyben megmutatjuk, hogyan néznek ki a reformkori ruhák 21. századi módon újra gondolva. A Kis Csillag zenekarral is sikerült Molnár H. Boglárka szerkesztőnknek beszélgetnie. A zenekart érintő újdonságokról is hallhatnak a mai adásban. Olvassák és nézzék hírportálunkat. A cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti.tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, friss hírekkel, információkkal holnap a szokásos időben, tehát 19 órakor várom Önöket munkatársaimmal együtt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedreggel keleten, északkeleten eshet, majd a napos gomoly felhős időben délután elszórtan kialakulhatnak futózáporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél többfelé élénk erős lesz, napközben 22-28 fokot mérhetünk. Szerdán északon, északnyugaton naposabb, máshol felhősebb időre van kilátás, viszont számottevő csapadék nem valószínű. Az élénk néhol erős északi a szélben 20-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Csütörtökön délen naposabb, északon felhősebb időre van kilátás, nyugaton, északnyugaton délután eső zápor kialakulhat. Élénk nyugati a szélre 22-27 fokos maximumokra számíthatunk. Pénteken több fokkal hűvösebb időre van kilátás, és többfelé eső zápor, néhol zivatar is előfordulhat. A sok-sok kézirat közül, amely a szerkesztőségbe érkezett, a számomra egyik legkedvesebbet emeltem ki, Buda Ferenc Himnusz Haza című versének kéziratát. A vers így kezdődik: Himnusz Haza, az ajánlás Füzéknek, Áginak és Lacinak. Ez a vers Sopron környékén született, ott, ahol én születtem, ahonnét én elszármaztam, és félelmes volt számomra az, hogy Feri onnét írja a himnuszt, a hazafele szóló himnuszt, ahonnét én ide kerültem. És ez a kettős találat, ez számomra még érzékletesebbé, még fontosabbá tette ezt a verset. A vers vége így hangzik: és én csak hebegek, dadogok, düllőiden elindulok, lesvén, ahogy göröngyeid, fölisszák Isten könnyeit. Nagyon sokszor hallottam ezt a verset másoktól, színészektől, és Feritől is elmondva, számomra ez volt a megrázóbb. Úgy gondoltam, hogy a vers köré akár egy képes irodalmi könyvet is fel lehetne építeni. Irodalmi képes könyvet. Ez volt az elindítója, és ennek a gondolatnak lett a megvalósulása 98-ban a Homok Haza című kötet. Ebben is két érdekességet hadd mondjak el. Az egyik az, hogy összeraktam ezt a könyvet, Zalatnai Pál, aki tervezte a könyvet, rengeteget segített ebben, csak egy dolgot nem találtam, a címet. Hetekig jártam, hogy mi is legyen ennek a címe, és egyszer megint csak ránéztem Feri versére, és ott volt az első sorban a cím, Homok Haza, ami önmagát kínálta egyébként, csak hát az ember a legtriviálisabb és a legtermészetesebb mozzanatokat nem vesz észre. Megjelent ez a könyv, és Vekerdi László, aki nagyon nagy olvasó volt, a természetvilágában írt egy recenziót, ismertetést erről a könyvről, és azt írta, minthogyha az egész kötet azért
készült volna, hogy méltó helyet találjanak ennek a versnek. Ez indította el. Laci bácsi nagyon pontosan ráérzett arra, hogy miképpen jött ez a vers. Most olyan példányt hoztam el, amelyik a kötet bemutatóján volt nálam, és mindazok, akik ott voltak, azok közül, akik írásaikkal szerepelnek ebben a könyvben, hirtelen ütlettől vezéreltetve dedikáltak nekem egy példányt, hogy írtak bele, és hát ma már mondhatom azt, hogy elérzékenyülten olvasom ezeket a sorokat. Amikor azt olvasom történetesen, hogy a könyvtárban homokhazánkról szerveznek a gyerekeknek vetélkedőt, akkor eszembe jut, hogy hát úgy ezt a kifejezést Buda Ferenc indította útjára, és elfogadtatásában talán ez az irodalmi képeskönyv is szerephez jutott. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiemelő című magazinunkat látják. Mai műsorunkban megmutatjuk, hogyan néznek ki a reformkori ruhák 21. századi módon újra gondolva. A Kis Csillag zenekarral is sikerült Molnár H. Boglárka szerkesztőnknek beszélgetnie. A zenekart érintő újdonságokról is hallhatnak a mai adásban. Már is kezdünk! A reformkor divatja elevenedett meg Kecskemét főterén szombat délután a Híres Hét Fesztiválon, Hampel Katalin viselettervező divat bemutatóján. A korhű ruhákat Kecskemét híres hölgyei viselték, akik az egész kollekciót bemutatták. Jött valamikor egy másik világ, jött az ötszemű rózsa, és jött a kor. Reformkori ruhákat mutattak be Kecskemét főterén a Híres Hét Fesztiválon, Hampel Katalin viselettervező divat bemutatóján. A divattervező 35 éve dolgozik kulturális örökségünk a régi magyar viseleti hagyományok újjáillesztésén, hogy a régi idők divatjait ma hordható és közkedvelt formában öntse. Ilyen stílusú ruhákban vonultak végig a modellek szombaton délután a belvárosi kifutón. A bemutató előtt Szeverény Gyura Tamás alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, kecskemétiek számára, hogy Hampel Katalin elfogadta a meghívásunkat és ellátogat a városunkba. Az immár hagyománnyá vált Híres Hét Fesztiválon mutatja be a gyönyörű ruhakölteményeit. Ezek a ruhák már az első pillantásra is a reformkor hangulatát idézik. Noha az urak korabeli viselete is rendkívül izgalmas és elegáns, azért igazán a hölgyek díszes ruhája az, ami leginkább megidézi a reformkor két évtizedét. Hampel Katalin divat bemutatójának alapötlete, hogy ne csak profi manökenek mutassák be a korhű ruhákat, hanem Kecskemét híres nevezetes hölgyei is megjelenjenek a kifutón. Ezért 6 profi modell és 6 vállalkozó szellemű kecskeméti hölgy mutatta be a szebbnél szebb darabokat. Szabó Dorottya, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színművésze, Bújdosonné dr. Dani Erzsébet, a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár igazgatója, egy anyalánya páros dr. Svébisné Juhász Márta és leánya Balain és Svébis Márta, Rádi Melinda közgazdász, Molnár H. Boglárka, a Kecskeméti Televízió szerkesztő riportere, és Tokai Rita, a Kecskemét City Ballet táncművésze is megjelent a kifutón. A modellek mellett végigvonultak a kifutón a Balatonfüredi Reformkori Hagyományőrzők Egyesületének tagjai is. A viselettervező kiemelte, hogy a ruhák készítésénél a cél, hogy soha ne jelmesszerű darabok készüljenek. A szlogenünk is az, hogy régi viseleti hagyományok felelevenítése ma hordható divatos formában. Tehát teljesen a mai divat szerinti ruhákat készítünk, de rajta a régi viseleti jegyeket. Tehát maguk a díszítések, a zsinórozások, azok több száz éves hagyományokat tükröznek, de a ruhák a mai kornak megfelelően a mindennapokban és az ünnepeken viselhetők. Tulajdonképpen
azt szeretnénk megmutatni, hogy mi magyarok vagyunk, és nekünk magyaroknak van a világon a legszebb viseleti kultúránk, mert nekünk van népviseletünk és nemzeti viseletünk. Egy modell 5 teljesen különböző stílusú ruhakölteményt mutatott be az egy órás bemutató alatt. A bemutatót mindig egy régi népi ruha gyűjteményemmel kezdjük, azt nem adjuk el, azok 100-150 éves népviseletek. Ezzel is szeretnénk a közönségnek Magyarországon is és külföldön is megmutatni, hogy micsoda gazdag viseletünk van. Utána jöttek a színes nyári selyem ruhák, amikhez kis kabátokat, santunk selyem kabátokat csinálunk, ahol is igyekszünk csak jelzésértékű díszítést tenni. Aztán jött mindenki bajszínű ruhába volt, utána mindenki fekete aranyba, és a végén jött a bálitúra. A báli ruhák azok meg nagyon sokfélék. Történelmünk során mindig nagy jelentősége volt a magyar viseletnek. Az öltözködés által a politikai és az eszmei hovatartozás is felszínre került. A magyar viselet viselése mindig politika függő volt, mindig amikor elnyomás alá került a magyarság, akkor mindig sokkal jobban viselte a viseletét. A reformkor után a 48-as forradalom volt az, amikor szinte mindenki zsinóros ruhába járt, aztán 67-ben a kiegyezéskor, a millennium idején, a felvonuláskor is mindenki gyönyörű magyar viseletbe járt, és legutoljára a 1940-es években a háború előtt német ellenes éllel kezdték a magyarok viselni és megmutatni, hogy mi magyarok vagyunk és ragaszkodunk a hagyományainkhoz, a nemzetünkhöz, a hazánkhoz. A ruhák bemutatása közben a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház két színésze, Szabó Dorottya és Pál Attila énekelt. Becsület szavamra meg vagyok zavarva, a szívem az ide-oda jár. Mi ennek a kulcsa, hát mégis csak furcsa, hogy ilyen gyors tempóban vád? Igazából a tervezőnővel konzultálva lettek kiválasztva a dolog, igazából ő választotta ki. Például szempont volt az, hogy amikor a nyári ruhákat mutatták be a modellek, akkor például egy pörgősebb, de mégis magyarosabb, de mégis egy kicsit külföldi számot választott, és akkor így lett például az Isztambul. Igen, és az operett, ami ugye hungarikum, meg igaz, talán a reformkorhoz még nem lehet kötni, de talán a magyar operett az, ami a legkorban a legközelebb áll hozzá, hiszen az 1900-as évek elején már ugye megszülettek az operettek, tehát az nem akkora időutazás, és így az operettekből is lett válogatva jócskán. Minden résztvevő számára óriási megtiszteltetés volt a felkérés. Szabó Dorottya amellett, hogy Pál Attilával zenei betéteket énekelt, ruhakölteményeket is bemutatott. Már a ruhapróbán szembesültem azzal, hogy milyen gyönyörű ruhákban lesz szerencsém szerepelni, mint ez az esti is. Igen, nagyon jó érzés volt, gyönyörű szépek a ruhák. Szerintem a ruhák magukért beszélnek, modern, de mégis hagyománykövető, felemelő érzés volt viselni. Volt olyan modell is, akinek már ismerős volt a viselettervező ruháinak stílusa. Nagyon örültem, mert az az igazság, hogy Hamper Katalint már elég régóta ismerem, több mint 20 éve járok hozzá, és ezért tudtam, hogy ez a felkérés mindenféleképpen megtisztelő, egyébként pedig már több egyszer veszek részt ilyen divat bemutatóján, hogy most Kecskemétre jött. Én voltam az első, akinek szóltak, és ez külön nagy öröm volt nekem. Hamper Katalint, mint mondom, régóta ismerem, és mint viselettervezőt nagyon szeretem és nagyon tisztelem, mert mindaz az érték, amit ő képvisel, az nem csak a szavaiból sugárzik, hanem a ruháin is megmutatkozik. Engem Engert Jakabné alpolgármester asszony hívott fel ezzel a lehetőséggel, és bevallom, először nagyon óckodtam ettől a divat bemutatós történettől, de amikor megláttam Hamper Katalinnak a fantasztikus ruháit, ahogyan a magyar reformkori viseletet ötvözi a mai modern öltözékkel, egyszerűen zseniális, úgyhogy megtiszteltetés, és köszönöm szépen, hogy én is felvehettem a Hamper Katinak a ruháit. A ruháknak nem csak esztétikai jelentősége van. Több mint 1000 éve itt vagyunk magyarok a Kárpát-medencében, ez mind annak köszönhető, hogy a hagyományainkat azt ápoljuk, megőrizzük, és ami a legfontosabb, megéljük, és hát a reformkori divat, a reformkori ruházat is szorosan kapcsolódik a mi hagyományainkhoz, hiszen a reformkor az az egyik hős korszaka a magyaroknak. Nem éltél hiába az a hely, ahol
A kis csillag lépett fel augusztus 20-án az államalapítás alkalmából Kecskeméten. A Híres Hét Fesztivál egyik sztár vendégeként álltak a közönség elé. Lovasi Andrással, a zenekar énekesével készített stábunk interjút a koncert előtt. Hello, sziasztok! Itt a kis csillag, világhírű káprázatos. Mint az összrác, hogy hibobottak, de a dancing fénylik, és tudják jó, hogy ez itt. A Kis Csillag zenekar adott koncertet augusztus 20-án este Kecskemét főterének Tér a térben részén. Lovasi András Kossuth díjas zenész, énekes, a Kis Csillag gitárosa, énekese és zeneszerzője adott interjút a Kecskeméti Televízió stábjának. Legfőképpen a magyarok viszontagságos történelmi eseményeiről és egy művész jelenlegi feladatáról beszélgettünk az államalapítás ünnepén. Mint minden olyan embernek, aki foglalkozik azzal, hogy hol él, meg miben él, és kik, milyen kulturális közegben él, egyrészt azt gondolom, hogy fontos arról beszélnünk, és hát egyre kevésbé látom, hogy erről tárgyalagosan lehetne beszélni, hogy az utolsó 100-120 évben, mert ugye pont ahogy általad is említett, mondjuk a Trianon óta nem egy sikertörténet a magyarság története, és azért, szóval ez a 20. század nem a mi kedvenc századunk, ez mindenképp elmondható. És szinte nem is nagyon tudnék olyan ismerősömet, vagy közeli családot mondani, akár a szűke, vagy akár a tágabb körzetemben, ahol ne lenne nem is egy, hanem elég sok-sok kibeszéletlen személyes, vagy akár az egész családot csújtó tragédia. És ezek még a mai napig így picit úgy érzem, hogy így nincsenek kimondva, kibeszélve, ugyanazokat a traumákat hordozzuk, ugyanazokat a mintákat visszük át generáció generációra, amit összeszedtünk, így jobb ilyen probléma megoldó képességet. Nem csak egyet mondok, hogy mindenki ugye még az alkoholizmus, mint öröklődő, mint probléma megoldó módszer, ugye, hogy akkor gyorsan leisszuk magunkat, hogyha valami kérdésre nem tudjuk a választ. Szóval, hogy ezek mind olyan dolgok, amik egyrészt azt gondolom, hogy nagyon nehezítik a mi sorsunkat, a Magyarország sorsát, ezek a hozott generációkkal átcipelt tragédiák. A másik pedig, hogy én abban bízom, hogy az, hogy mi mondjuk magyar nyelven éneklelünk, és mondjuk olyan zenét játszunk, amelyik valamilyen szinten mondhatjuk, hogy tradicionális, tehát hogy akár a zenei gyökereinket tekintve, akár az én zenei érdeklődésemet tekintve, azt gondolom, hogy ha ennek van valamiféle olyan funkciója, amilyennek mondjuk volt valamikor a népdalok, vagy az egyéb valamikor fogyasztott, vagy hallgatott mindenféle zenék, akár mondjuk a két világháború közötti időszak könyvzenéje, ugye ott már nem népdalok vannak, hanem ott jelenik meg a magyar nóta, ott jelenik meg egy csomó olyan műfaj, amelyik a mai napig él. Szóval, hogyha vannak ilyen gyökereink, vagy vannak ilyen velünk élő tradíciók, akkor azt gondolom, hogy azzal izmosítjuk a magyar kultúrát. Kis Csillag zenekar tavaly adta ki új albumát Tompa Kések címmel. Lovasi András azt mondta, nagyon örülnek, hogy végre élőben is játszhatják a dalaikat, hiszen ez jót tesz a léleknek. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. A mi feladatunk, hogy lehetőségeink és képességeink szerint úgy éljünk, hogy az családunk, környezetünk, hazánk javát szolgálja, mondta Szeberényi Gyula Tamás augusztus 20-a este Kecskeméten a Szent István szobornál tartott ünnepségen. 1000 éve vagyunk hűszövetségesei Európának, mondta dr. Salasz László Lajos Mizsén augusztus 20-án pénteken délelőtt.
A Szent István napi ünnepségen az országgyűlési képviselő egyebek mellett arról beszélt, hogy egy jelentős, megkerülhetetlen és elpusztíthatatlan nép tagjai vagyunk. Díszes kocsik és szelíd motorosok vették át az uralmat a Kiskörúton 21-én szombaton. A Híres Hét Fesztivál keretein belül ismét megrendezték a babakocsis felvonulást, amihez kismotoros és futóbiciklis apróságok is csatlakozhattak. Ismét körbejárt a Mózes Kosár Kecskeméten. A Mózes Kosár körbejár akcióban 10 családot ajándékozott meg a Nők a Nemzet Jövőjért Egyesület szombat délután a Híres Hét Fesztiválon. A közbiztonsággal összefüggő panaszok voltak napirenden csütörtökön a Rendőrfaluban rendezett lakossági fórumon. A rendezvényt Lévai Jánosné, a körzet önkormányzati képviselője hívta össze. Kedves nézőink, hírórával holnap is várjuk Önöket este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, köszönöm, hogy figyeltek ránk, tegyék ezt holnap is, mi itt leszünk és várjuk Önöket. Viszontlátásra!